Sziasztok, üdv a csatornán, itt Jöszöly és az Anya mindenhez is. Az előző videómmal kapcsolatban kell még itt gyorsan pár szót szólnom, mielőtt belevágunk ebbe a mostani témákba, ugyanis téves információkat közöltem. A fogmasásnál mondtam azt nektek, hogy mint az látható volt, Bendegúznak herpesz volt a száján, és sajnos Dominiktól kapta el, tehát mind a kettőjüknél kijött, és hogy én azt az információt kaptam a védőnőnktől akkor, hogy ezt valószínűleg a bárányhimlő oltás okozta, amit Dominik pár héttel korábban kapott meg. Több kedves nézőm is felhívta rá a figyelmemet, hogy ugyan a herpeszt, a szájherpeszt okozó vírus, illetve a bárányhimlő vírus egy családba tartozó vírusok, viszont két különböző fajtája annak, ezért nem okozhatta egyik a másikat, valószínűleg ez csak véletlen egybeesés volt. Ezért az a tévedésemért elnézést kérek, félretájékoztatott minket a védőnő, vagy én értettem félre, bármelyik leshetőség fennáll, előfordulhat. Eszemben sincsen bárkit lebeszélni, vagy rábeszélni a védőoltásokról, főként, hogy ugye ez a bárányhimlő most már pár éve szintén kötelező védőoltásunk lett, tehát valószínű, hogy valahonnan máshonnan szedte sajnos össze Dominik a herpes vírust, és akkor most szeretnék visszatérni az aktuális videónk témájához. Hirtelen ütött be az ötlet, hogy mi lenne, ha megmutatnám nektek azokat a tárolókat és a rendszerezőket, amik nekem nagyon beváltak itt a háztartásunkban. Az évek során nagyon sok ilyen tartalmat néztem, akár Pinteresten, akár a YouTube-on, de most már rövid videókban is megtalálhatóak, például a TikTokon, vagy az Instagramon, a Facebookon, hogy milyen rendszerezési trükköket, milyen rendszerezőket, tárolókat lehetne esetleg használni a mindennapjainkban, a ház melyik szegletét, szekrényét, fiókját, hogyan lehetne a legszebben rendszerezni, hogy az praktikus legyen, és könnyen áttekinthető. Már-már úgy érzem, hogy bizonyos dolgokat túl is tolnak ezekben, tehát azért vannak olyan emberek, akiknek az utolsó kis papírzsebkendő is elképesztő rendszerben van bepakolva, akár egy tárolóba, akár egy fiókba. Nincs is ezzel baj, ha az ember ezzel érzi jól magát. Én az elmúlt években több ilyen ötletet is megfogadtam és bevezettem itt az otthonunkban, és most már így az évek során tapasztaltam is ennek az áldásos hatását. Nagyon szétszórt vagyok, nagyon nehezen tudok rendet tartani, ez annak is köszönhető, hogy szerintem azért egy kis figyelemzavarral is küzdök, aminek köszönhetően nagyon sokat tudok csapongani, ide kapni, oda kapni, befejezetlenül hagyni dolgokat, egyszerre több mindenbe belevágni, és például ennek nagyon-nagyon jót tesz az, hogyha rendszerezetten vannak elpakolva a dolgaink, illetve amire évek óta azért próbálok törekedni, és ezt nektek is többször mondtam, készült már ilyen témában videó is, hogy csökkenteni a házunkban felhalmozott holmik mennyiségét, mert ugye itt sokkal könnyebben kezelhetővé válik. Ebben a videóban tehát most szeretném nektek megmutatni, hogy mik azok a rendszerezési ötletek, azok a tárolók és rendszerezők, amiket én az elmúlt pár évben bevezettem az otthonunkban, és amik nekünk nagyon beváltak azóta is, folyamatosan használjuk, így csináljuk, így pakoljuk a cuccainkat, és ugyan persze azért még van mit tanulni, tehát lenne itt még hova fejlődni. Én is folyamatosan formálódom, az otthonunk is folyamatosan alakul. Ha bárkinek bármilyen ötlete van még ezekkel kapcsolatosan, akkor várom sok szeretettel a videó alatt kommentben. De most akkor írtam magamnak egy kis listát, miért is ne, persze listát, amiben összeírtam azokat a dolgokat, amiket úgy gondoltam, hogy megmutatok. Részleteiben már ugye különböző videóimban ezek szerintem mind-mind felbukkantak, de akkor jöjjön most egy ilyen összefoglaló ötletbörze, hogy hogyan tárolunk, hogyan rendszerezünk mi bizonyos dolgokat. Tartsatok velem! Az egyik ilyen, amit már többször mutattam nektek, és most speciál éppen nincsenek egyébként levákumozva, azok a Zwilling vákumdobozaim. Ezekben többnyire most főtételt, illetve zöldségeket szoktam tárolni.
Határozottan érzem a pozitív hatását, ez egy külön darabja a szetnek, ebből a behúzódó tetejűből van még egy méret. Nagyon szeretem őket, és biztosan bővítem még belőle a készleteket. Az ígéretek szerint 5-ször hosszabb ideig marad benne friss az élelmiszer. Na most nálam azért ilyen sokáig még nem tartott ki benne, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Viszont, ahogy azt már a bevásárlásos videóimban is mondtam, ilyenekbe szoktam beletenni a zacskós salátamixeket, mert azokat tapasztaltam, hogy egy-két nap alatt elkezdenek savanyodni a tasakban, és valóban sokkal hosszabb ideig megőrzik a frissességüket, a tészta, a sajt nem szárad meg benne, úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom, és vannak hozzá tasakok is, amiket le lehet vákumozni. Ebből most nekem nem cvillingem van, hanem én ezt még az AliExpressről rendeltem. Ezeket AliExpressről rendeltem, nem eredeti cvilling tasakok. Egy kicsit többet kell játszani a vákum részével, hogy megtalálja a nyílást a pumpa, viszont nagyon szépen kiszívja ebből is a levegőt, jól tartja a vákumot, és én például ebbe raktam most le a ceruza babot, ami itt termett a kertünkben, és sokat vásároltunk belőle, mert nagyon szeretjük sütve, párolva húsok mellé, vagy akár vegyes zöldségköretnek. De tettem már ilyen vákumtartóba málnát, illetve szedret is, és azok is sokkal szebben megtartják a szerkezetüket, miután kiolvasztjuk őket. És egyáltalán nem érződik rajta ilyen fagyasztós íz. Itt vannak még továbbá a többszintes tárolóink, amiket már szintén nagyon sokat láthattatok bevásárlós videókban. Ezeket én évekkel ezelőtt az Aldiban szereztem be. Az egyik az ebből a két magasabb tároló dobozból, illetve a tetejéből állt, és most így félkézzel nem tudom összerakni. És akkor ezeket nagyon szépen össze lehet csatolni. A másik pedig egy vékonyabb, tehát nem annyira magas készlet, nem bírom megfogni, tehát egy jóval alacsonyabb dobozból áll, körülbelül fele akkora, mint a másik. Ennek pedig három szintje van, csak az egyik most éppen a mosogatógében van. Tehát ez háromszintes. Én nagyon szeretek bele felvágottakat, sajtokat rakni, az ilyen szendvicshez való dolgokat, és akkor egyszerűen kiemeljük az egész dobozt, sokkal több helyet meg tudunk spórolni vele a hűtőben. Egy mozdulattal kikapjuk, ha szendvicset készítünk, és akkor ott van benne minden, ami a szendvics készítéshez szükséges. Azóta többször láttam már ezeket a típusú dobozokat az Aldiban, tehát ezért rendszeresen visszatérő termékük. Én csak ajánlani tudom, de hallottam már azt is, hogy a Kikben is kapható időnként hasonló. És akkor itt van még ez a kis fiókra hasonlító műanyagtároló szintén a hűtőbe. Ez speciál az Aldiból van, de több helyen is láttam már ilyet. Más-más méretekben is kapható, alacsonyabb, magasabb, akár konzervek tárolására vagy tojástárolásra alkalmas. Ez nagyon jó, főleg ezeknek a kisebb dolgoknak, joghurtot, pudingot, krémtúrót, tejfölt, ilyesmit szoktam beletenni, mert hogyha valami hátra kerül, akkor könnyedén ki lehet húzni, ki lehet venni, és előről nem fogunk semmit sem kiborítani a hűtőszekrényből. Szépen beférne egymás mellé két tároló, vagy akár közé még egy keskenyebb is, és akkor nagyon jól kihasználtuk a maximális mélységét a hűtőpolcnak. Nem olyan régóta, hát talán fél éve, hogy megvan ez a vákumozó és fólia hegesztő készülékünk is. Ez még a Zwilling vákumpumpa előtt érkezett, és én nagyon meg vagyok elégedve a teljesítményével. Ez Lidl-ös. Lehet hozzá rendszeresen kapni fóliát, nem csak a Lidl-ben, de az Aldi-ban is. Azt hiszem, hogy 3 méteres egy tekercs. És én fagyasztottam már ebben zöldségeket, gyümölcsöket, amivel kapcsolatban nagyon pozitív volt a tapasztalatom, az például a patiszon, ez a csillagtök, amit mi többnyire rántani szoktunk, de fagyasztás után kiengedve nagyon megpuhul, elveszíti a korábbi szerkezetét, és így már nem lehetett rendesen kirántani.
Na most így, hogy vákumfóliában levákumozva tettem a fagyasztóba, Dodi közben jön ide a székkel, így azért úgy éreztem, hogy sokkal jobban megtartotta a szerkezetét, és így sokkal egyszerűbb volt aztán télen is bepanírozni és kirántani. De raktam például el körtét is kisebb adagokban Dominiknak, illetve raktam el körtét szeletekben, hogy máskor is tudjunk az év más szakában fordított körtetortát készíteni, ha már egyszer a nagymamámtól kaptunk egy csomó körtét, és a körténél is azt tapasztaltam, hogy szerintem sokkal szebben megtartotta az állagát, miután a vákumból olvasztottuk ki, mint előtte simatasakból. Sok mindenkinél látom, hogy például úgy veszi meg a húst is mondjuk nagyobb tételben, hogy utána ilyen vákumtasakokban porciózza le, és mi is nagyobb tételben szoktunk azért húsit, sertéshúst, csirkehúst beszerezni, úgyhogy gondolkodom rajta, hogy én is meg fogom próbálni ebben a csomagolásban letenni a húsokat, nem pedig sima nejlonzacskóban. Meglátom majd, hogy milyen lesz, ahhoz viszont akkor egy pár tekercsel még vennem kell, mert egy-egy húsbeszerzésnél azért úgy gondolom, hogy egy tekercs nem is biztos, hogy elég lenne. Nemrégiben mutattam nektek, hogy a gyerekek fiókjában rendeltem egy kis tányértárolót, és ez nagyon jól beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mert mi korábban toronyban álltak a tányérok, mindig persze nanál, hogy a legalsót szerették volna kivenni, és akkor borult az összes többi. Így is van, hogy fel van borítva a fiók, mert Dominik előszeretettel turkál és dobálózik benne, de most így a tányérok nagyon szép sorban vannak, neki nem itt a helye. Így most a tányérok nagyon szép sorban vannak, csak a kisebb mély tányérok vannak itt egymás tetejébe rakva, és akkor jobban átlátható, és mindenki ki tudja venni, amelyikhez éppen kedve szottyan, mert ugye van, amikor kifejezetten a baglyosat szeretnék, vagy a drólosat szeretnék, vagy a másásat szeretnék, és akkor a többi sem lesz itt felborítva. Szintén a tányérok tartárolására alkalmas kis rendszerező van itt fent a hűtőszekrény fölött a tárolóban, a szekrényben. Ebben abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy pont fel lehet beleállítani a sütőlapokat, tálcákat, muffinsütőket, és itt is így sokkal jobban ki tudom használni a helyet. Itt a tepsik is még bőven elférnek mellette. Úgyhogy ez is szerintem így nagyon praktikus. Sajnos még egy nem fér be mellé, az még nagyon jó lett volna, mert akkor lehet, hogy még ezeket is fel tudtam volna ide állítani, viszont sanszos, hogy a vastagságukból adódóan már nem férnének be a kis tányértartó rekeszekbe, de így is nagyon szeretem, mert nem kell az egész kupacot kapásból kirángatnom, hanem szépen egyesével ki tudok venni mindent anélkül, hogy a többi borulna a nyakamba. A másik nagy kedvencem tárolók szempontjából az ez a forgótároló, ami itt ugye a sok pici üveg, kisebb doboz, kisebb flakon és mi egymás tárolására nagyon szuper, könnyen körbe tekinthető, hogy mi van rajta, nem kerül semmi sem hátra, hogy aztán turkálni kelljen a szekrényben, kiborítani innen dolgokat, vagy mindent kipakolni előle. Mint látjátok, azért ezen nekünk viszonylag vegyesen vannak a dolgok, vitaminok, méz, csípős paprika, babér, fűszerkeverék, tehát ezek ilyen sok több vegyes apróság, de mi már nagyon jól megszoktuk, hogy mi van rajta, és rögtön tudjuk, hogy hová kell nyúlni, és ez mennyi, mondjuk még fűszereknek a tárolására is kiválóan alkalmas lehet. Van még egy ilyen forgótárolóm, az pedig most már a hűtőben van, ahová savanyúságot, lekvárt raktunk be, és akkor itt is gyönyörűen körbe tekinthető, hogy éppen mi van rajta. Nincs az, hogy benn van a sok befőttes üveg, és a belső sarokban lévő mindig megromlik, mert egyszerűen megfeledkezünk róla. És most még a szörpink is idefér. Nemrég rendeltem egy elválasztót ebbe a fiókomba. Ebbe még mindig nagyon-nagyon nagy a káosz, még mindig szeretnék sokkal nagyobb rendszert létrehozni benne. A lényeg, hogy még gondolkodom itt a hengerben lévő folpak, alufólia,
tárolásán, illetve ugye itt vannak a többször használatos sütőlapjaim. Most egy darab elválasztót rendeltem ebbe a fiókba, és ez most egy kicsit arrébb is van csúszva, mert sajnos azért nem áll meg olyan hű, de stabilan a helyén. Temuról rendeltem ezt a kis elválasztót, és az volt vele a célom, hogy minden fiók kihúzásnál a deszkáink felborultak. És most abban bízom, hogy megállítja őket. Bár azért eléggé instabil szegénykém, úgyhogy lehet, hogy nem. Ennél egy minőségibb darabot kell, hogy ide válasszak, mert nem tartom valószínűnek, hogy borulás esetén ez itt most így frankon meg tudja nekem tartani a deszkáinkat. Meglátom, hogy szuperel, valószínűleg szükségem lesz egy masszívabb fajtára közülük, és akkor nagyon szépen a helyükön tudnak maradni a deszkáim, és akkor, hogyha megtalálom az ideális darabot, ami aztán stabilan a helyén tartja a dolgokat, akkor valószínűleg be fogok szerezni egyet ide a másik oldalra is, hogy aztán szépen egymásra pakolva megtartsa nekem a fóliát, a folpakkot, a sütő lapokat. A következő tárolónk itt az elszívóm fölött van. Ugye itt az elszívó csövének köszönhetően azért nagyon kevés hely maradt, nagyon be van korlátozva a lehetőségünk. Én ezt úgy használtam ki, hogy egy korábban Pinteresten látott ötlet alapján, te már ki is másztál innen, én vettem ide egy ilyen bortartó állványt, illetve kettőt. Ez harmonikára csukható. Én erre egy kínai üzletben akadtam rá, és akkor összerögzítettem őket. Most már egy kicsit megrogytak, úgyhogy majd újra kell őket rögzítenem, hogy jobban kinyílva maradjanak. És erre tettük fel a kulacsainkat, mert korábban, ha beraktuk őket egymás mellé, fix, hogy a felét magunkra borítottuk, amikor ki akartunk egyet venni belőle. Így nagyon jól áttekinthető. Tudom, hogy ide a cső elé csak a rövidebbeket tehetem be, viszont a többi helyre már beférnek a hosszabbak. Kicsit össze van most itt kutyulva, de úgy gondolom, hogy ezt a kis szekrényt így is nagyon praktikusan ki tudtuk használni, mellette pedig még a két termoszbögrénk és a termoszkancsónk van. Igyekszem úgy fenntartani a kulacsainknak a számát, hogy ide mindegyik beférjen. Nekem kettő van, Atisnak kettő van, gyerekeknek pedig, hát, fejenként kettő-három, mikor, hogy. A következő ilyen tároló, ami nekem nagyon bevált, mindenünk be van befőttes gumizva, mert Dominik folyamatosan olyan helyeken pakol, ahol nem szabad, vagy ahol nem biztonságos. Itt ez a kis fiókos tárolóm, most jól tele van tömve ez a szegény szekrényem mindenfélével, itt is ezt is rendbe szeretném egy kicsit rakni. Ez a fiókos tároló, nekem nagyon bevált. Ezeken ugye most éppen a szemetes zsákjaink vannak, mosogatáshoz a kesztyűm, a szivacs, az üvegmosókefe, amiket nem szeretném, hogy folyamatosan szem előtt legyenek. Rendeltem még egy ilyen alátétet, hogyha éppen nem elegendő, vagy olyan apróságokat mosogatok, amiket nem tudok ide a sima szárítóra tenni, akkor előkerülhet, vagy befőttes üvegeket szárítottam például rajta. Tehát minden olyasmi, ami a mosogatáshoz szükséges. Itt vannak még a többi szemetes zacskóim, a plusz szivacsok, minden ilyesmi, és akkor alulra pedig tettem egy vödröt, amiben benne vannak a mosogatógép tablettek, szódabikarbóna, azzal szoktam kisúrolni a mosogatómat, illetve ugye még ott van két vadonatúj szivacs. Ennek a tárolónak is beteszem a linkjét a leírásba, amit interneten rendeltem, és megtalálom a linkjét, mindent beteszek nektek a leírásba, ha esetleg szeretnétek hasonlót. Itt van még továbbá az elemtároló, amit kb. 2 videóval ezelőtt mutattam nektek, akkor érkezett meg, hát nagyon-nagyon szeretjük, azóta napi rendszerességgel előkerül, mert ugye jönnek a gyerekek, hogy ebbe a játékba cseréljünk elemet, Dominik folyamatosan kihorgásza az elemeket a távirányítóinkból, és akkor elemet keresünk, elemet találunk, kivesszük, beletesszük, stb. Stb. Ugye vannak tölthető elemeink is, köszönöm a jó tanácsokat, keresni fogom az elemeket, amiket javasoltatok, tölthető elemeket, és igyekszem a lehető legtöbb elemünket lecserélni tölthető elemekre. És ugye itt a kis mérőműszer, ami gyönyörűen megmutatja nekünk,
Egészségedre. Hapci! Ami gyönyörűen megmutatja nekünk, hogy hogy áll az a bizonyos elem, amit éppen ellenőrizni szeretnénk. Így teljesen kilettek válogatva, méret szerint rendszerezve, illetve töltöttségi szint szerint is rendszerezve lettek az elemeink, és akkor nincs a morgolódás, hogy már 10 elemet belepróbáltam a távirányítós kisautóba, de még egyikkel sem sikerült neki elindulnia. Ezért úgy gondolom, ezt az elemtől tartót csak ajánlani tudom nektek. Én most láttam az AliExpressen ennél kisebb méretet is, ez azért egy elég nagy méret, és rengeteg elem fél bele. Mint azt látjátok, mi sem használjuk ki teljesen. Láttam fönt olyan rendszerezőt, ami körülbelül ennek a fele mennyiséget tartalmazza, és ugyanúgy van benne elem erősségmérő is. Mind a kettőnek beteszem a linkjét nektek a leírásba, ha érdekelne titeket. Következő itt a fürdőszoba szekrényünk, ugye ez is be van itt nekünk gumizva. Ez itt egy íróasztal rendszerező, ahova ugye különböző papírokat lehet szétválogatni. Én ezt most itt a fürdőszoba szekrényünkben vetettem be. És most egy elég nagy káosz van benne, most már azért illene benne egy kicsit rendet raknom, de nekem nagyon bevált ez az elrendezés. A legfelső fiókba tettem a sminkholmikat. Nem sok sminket használok, hogyha használok. A nap mint napi smink az igazából egy szempilla, spirál és egy szemöldök ceruza általában. Azért ezen kívül van, amikor mondjuk egy kis púder, egy kis alapozó még kerül fel, de ez már inkább csak különleges alkalmakra. Úgyhogy az apróságokat össze tudtam csoportosítani ide, és még találtam a Pepcóban egy ilyen kis hosszúkás, majdnem ilyen ceruzatartó, vagy nem is tudom pontosan milyen dobozt. Ebbe gyűjtöttem bele szépen az ecseteimet, és ezek is nagyon frankon beférnek ide a fiókba. A következő fiókban vannak a körömápolással kapcsolatos holmik. Itt van a reszelő, a körömlaklemosó, azaz 2-3 darab körömlakom, ami összesen van. Akkor itt ugye a lábúj szétválasztó lakkozáshoz, nem nyukálunk, otolló van, és a manikűr készletnek a darabjai, körömolló, csipesz, körömcsipesz, meg ehhez hasonló holmik. Ne, ollóval nem játszunk. Nem, ollóval nem szabad. A legalsó fakban vannak a borotválkozáshoz szükséges holmik. Atisé, az enyém, a borotva fejek. A gardróbunk azért így, hogy nyitott, és rengeteg holmit itt tüntetünk el, mindig nagyon kaotikus. Próbáltam itt a lehető legtöbb helyet megspórolni, és a lehető legjobban kihasználni a teret arra, hogy minél több holmink beférjen ide. Nagyon szeretném, hogyha a ötfős családunkból legalább 4-ünknek a ruhái itt lennének, hogy a gyerekek szobáját se a ruhás szekrények foglalják el. Úgy gondolom, hogy azért nem olyan hatalmas nagy az otthonunk, szeretnék minden teret felszabadítani és kihasználni. Abban nem áltatom magam, hogy itt nekünk 5-ünknek a holmia el lesz pakolva, én ezt nem tudom elképzelni. Ahhoz nagyon le kéne redukálnunk a ruhánk mennyiségét. Egyébként elképesztő mennyiségű ruhánk van, ez tény. Viszont nagyon-nagyon sokáig is használunk egy-egy ruhadarabot. Dodi! Nagyon sokáig is használunk egy-egy ruhadarabot. Nekem van még olyan felsőm, ami azt hiszem, hogy a gimnáziumom végén lett meg, akkor kaptam vagy vettem, és még itt van, bár már tény és való, hogy csak itthon használom játszósnak, dolgozósnak, akármilyen dologra, nem pedig semmilyen különleges alkalomra, bár azért szerintem az alkalmi ruháim között is, mivel azokat meg ritkábban hordom, van még olyan, ami már hát ilyen 8-10 évre tekint vissza itt a gardróbomban. Nemrégiben hozott nekem a hugom még 3 IKEA-s tárolót, korábban már mutattam ugye, hogy ez a 3 tároló érkezett nekem az IKEA-ból, és éppen pont beillett ide annak a lábköznek a részére itt a gardróbban. Ezekkel én meg tudtam spórolni 2 polcot, tehát hogy 3 polcnyi holmi lett itt elosztva ezekben a tárolókban, és azért is könnyebben kezelhető, mert még fönt voltak a felsőim toronyban, egyet kivettem, folyamatosan borultak, gyűrődtek, stb. Most, hogy így egy kicsit így össze vannak tekerve, vagy kisebbre hajtva, nagyon jól áttekinthetőek, és nem rángatok ki egyszerre 2-3-at, nem borul fel a
a torony, és mondom, helyet is tudtam vele spórolni. Már jó ideje leesett, hogy egy fiókos gardrób, úgy gondolom, hogy számomra sokkal praktikusabb lenne, de a gardróbunkra már, amikor először készült, sem akartunk nagyon sok pénzt szánni, maximálisan magunk csináltuk, Ati is lerakta a járólapot, kitaláltuk ezt a szerkezetet, volt itt a garázsunkban hozzá maradék bútorlap, azt vágattuk fel hozzá, tehát ez ilyen mindenképpen ilyen kis költségvetésű vállalkozás volt. Ha most azt mondanám, hogy van rá sok pénzem, és szeretnék magamnak csináltatni egy full gardróbot, akkor telerakatnám fiókokkal, sőt, szerintem a konyhámban is így járnék el, mert az utóbbi években nagyon sok ilyen tárolással, rendszerezéssel kapcsolatos videót néztem, és úgy gondolom, hogy most már olyan profi fiókokat tudnak csinálni, akár több szinteset, akár teljesen, olyat, amit teljesen kicsúszik a szekrényből, hogy úgy gondolom, hogy azért sok mindent sokkal jobban el lehetne a fiókokban pakolni, mint a polcokon, és sokkal könnyebben is kezelhető, hiszen a hátulra kerülő dolgokat is könnyebben ki lehet venni. Úgyhogy nekem ez nagyon bejött. Sajnos a többi polc lábközünk nem ekkora, hanem hosszabb, úgyhogy abba ezek az IKEA-s tárolók éppen nem passzolnak bele. Én ezekben most rövid nadrágokat és miniszoknyákat, hosszú ujjú felsőket tárolok, azok két fióknyi helyet foglalnak, és a régebbiekben pedig az ujjatlan felsőket és a rövid ujjúkat tárolom, az is két fiókot tölt be, és ez a rendszer így nekem nagyon-nagyon bejött. Bendegúz fiókjai már egy elég régi videóban készültek, ezeket a fénycsatornáink karton dobozaiból készítettem el ide méretre, mert nagyon nagy és jó erős karton dobozba voltak csomagolva. Sajnos a fóliázásuk azért nem sikerült olyan teljesen simára, nem lettek olyan szépek, mert több helyen feltüremkedett, ahol a vastag ragasztó szalaggal rögzítettem a kartondobozt, viszont évek óta működnek, még mindig szépen egyben vannak, nagyon jól lehet őket kihúzni, betolni, bendegúznak is megy, és én is szépen tudok beléjük pakolni. Most jelenleg ugye 3 sor ruha fér bele, aztán még, hogyha bendegúz nő, akkor is valószínű bele fog férni a 3 sor, de lehet, hogy majd csak 2 kialakul. Ezzel viszont, hogy itt most 2 fiók van az 1 polc helyett, meg is spóroltunk 1 polcot, és nagyon gondolkodom rajta, hogy hát majd még kitalálom, hogy milyen kartonból, mert mostanában nem volt ilyen erős kartonunk, de hogyha hozzájutok még ilyen erős kartonhoz, akkor valószínűleg készíteni fogok még ehhez hasonló fiókot, mert akkor erre a polcra és erre a polcra is tudnék belőle fiókot csinálni, és újabb 2 polcot tudnánk megspórolni, így négyünknek a ruhája biztos, hogy kényelmesen elférne ide. A videó befejezésével átcsúsztam már a következő napra, ezért vagyok másik ruhában, de most lényeg a lényeg, hogy végül, de nem utolsó sorban, itt van az én ékszertároló tükröm. Ezt is mutattam már, ha jól emlékszem, még talán a gardróbrendszerezős videóban. Ezt még annó NASZ ajándékkor listánkra írtam fel, mint saját kívánságomat Atis engedélyével, és az én drága kollégáim voltak olyan kedvesek, és megvették nekünk, illetve nekem NASZ ajándékba. Nagyon jó, hogy van egy egész alakos tükör itt a gardróban, ugye látjuk magunkat a tükörben öltözés után, és belül pedig ékszertároló van benne. Akkor, amikor én ezt megláttam, akkor még csak az eBay-en bukkantam rá. Most egy kicsit össze vannak benne borulva a dolgok, mert Dodi, hogyha ne adj Isten, elfelejtem rá fordítani a kulcsot, akkor rendszeresen belemászik és rendezkedik. Tehát akkor még csak eBay-en volt felelhető. Amikor én ezt 8, most már 9 évvel ezelőtt megtaláltam, én ezt a tükröt is nagyon-nagyon szeretem itt a gardróbunkban.
hiszen szép, mutatós és praktikus, be is lehet zárni, hogy mondjuk Dominik nem ásszon bele, ezt is csak ajánlani tudom. Keresek egy magyar linket hozzá, és ezt is beteszem nektek a leírásba. Ezeket a tárolókat, rendszerezőket szerettem volna nektek most ebben a videóban bemutatni. Folyamatosan nézegetek még hasonló ötleteket, és amit úgy gondolom, hogy számunkra jobb beválhat, jó lenne, praktikus lenne, azokat folyamatosan építem be a hétköznapjainkba. Ezeket a dolgokat nagyon könnyen elkezdték használni a gyerekeink, és a férjem is szeretik, és ők is rájöttek arra, hogy tök praktikus, sokkal könnyebb rendet tartani így, illetve sokkal áttekinthetőbbek a cuccaink, tehát biztos vagyok benne, hogy fognak még jönni újabb rendszerezési ötletek majd itt egy-egy videóban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek ez a videó, és hasznosnak találtátok. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk, addig is szép napot nektek, sziasztok!